Ami a személyes kapcsolatot illeti, ha már itt előttem is szóltak, hát nekem nem 4 évtized volt, hanem a kezdet, meg bizonyos értelemben a vég. Mint egyetemi hallgató dolgoztam hangkis értékkutatásaiban felmérőként. Nagyon igényes interjúk, nagyon igényes kérdőívek voltak ezek, több órát vett igénybe a kitöltésük. Majd pedig, következő snit, 2014 ösztöndíj az IS-ban. A kettő közt olvastam a munkáit, figyeltem a közéleti tevékenységét, néha találkoztunk is konferenciákon, de nem volt ilyen folyamatos hát, együttlétünk. A csapdákra visszatérve, olyan címet próbáltam adni majdani publikációhoz, a kései szocializmus csapdáitól az új demokráciák és a globalizáció csapdáig. Tudnék, azt gondolom, hogy Hank is ezeket a csapdákat, problémákat, mind társadalmi, mind politológiai, mint közgazdasági, majd pedig hát széles antropológiai értelemben egyaránt követte és dilemmákat fogalmazott meg, illetve ilyen dilemmák elé került önmaga is, hiszen egy közéleti ember volt, hát itt nyilván többször megemlítik a legismertebb tevékenységét majd ma a televízióban, Magyar Televízióban rendszerváltás után, de tulajdonképpen mindvégig ő egy közéleti emberként működött, és azt a nagy választóvonal szakadékot, amit Max Weber oda a tudomány és a politika között felépített, és sokat rákérdezünk, gondolkodunk, hogy hogyan jól tette vajon, és hogy hogyan lehet ezt áthidalni, hát az Ankis elemér minden különösebb, hogy úgy mondjam, problémázás nélkül folyamatosan átlépte, és mind a két lábbal a szakadék, és számára nem szakadék, hanem az ösvény jobb és a bal oldalán lépkedett egyaránt. Én nem tudom, azt filológiailag nem tudnám, és nem is tudtam utána menni, de ő kezdettől fogva egy ilyen klasszikus politika elméleti műveltséggel is rendelkezett, sok minden más elem között, azt mondanám. És hát később pedig a szociológián keresztül, a politikatudományhoz, szociálpszichológiához, játékelmélethez, nemzetközi kapcsolatokhoz, tehát politológia sok-sok részterületéhez kapcsolódott. Anélkül, hogy azt hiszem valaha azt mondta volna ő magáról, vagy róla valaki, hogy ő egy politológus volna. Tehát ez nem is nagy gond, de csak pár nevet említenék, hogy azért kijelöljük azt a kapcsolatrendszert. Schöpflin György, Philipp Schmitter, aki itt van, Max Kaase, Dieter Klingemann, tehát nagy nevű nemzetközi társadalmi politológusok, magyar, bárcsak Lengyel László, ővelük hát nagyon hosszú ideig együtt szervezett keretek között is. Széles nemzetközi ismertsége volt már 89 előtt is, de főleg a rendszerváltás után vagy időszakában. És én azt gondolom, hogy ez részben annak köszönhető, én sem fogalmaztam ezt magamnak, meg soha, csak úgy gondolkoztam most rajta, hogy talán ő volt az egyik azon keveseknek, akik ezt a rendszerváltási problémakört tulajdonképpen már évtizedekkel a rendszerváltás előtt valamilyen módon megfogalmazták. És van ez a nagy vita, hogy láttuk-e, hogy jön, és ugye nem láttuk, ezt nem láttuk. Én nem tudom, hogy ő mit látott, vagy mit nem ebből, de a dilemmákat, problémákat oly módon vetette föl, hogy abból elég világos volt, hogy ez így nem mehet sokáig tovább. Hát azt, hogy hogyan alakul át az a kapcsolat, aki voltak különböző szenáriói, alternatívai elképzelései, nagyon széles körűek. Tehát azt kell mondjam, hogy a kelet-európai alternatívák könyve, ami 89-ben jelent meg, és hát nem sokkal előtte irodott, angolul és magyarul nagyjából egy időben jelent meg, hát az egy igen széles diapozon akkori problémák megismerhetőségének, kutathatóságának, arról való gondolkodásának. Tehát én azt nem tudom, hogy ő volt-e az egyetlen, említenek egy francia szerzőt, aki megmondta már 70-esekben, hogy a Szovjetunió föl fog bomlani. Hát a Hankis nem azt mondta, hogy Magyarország vagy a keleti blokk föl fog bomlani, de megmutatta ezeket a dilemmák, társadalmi csapdák. Hát mi más ez, mint ugye arra utalni, hogy valami majd be fog következni, és hát ezért az úgynevezett tranzitológiai irodalom jeles képviselő Philipp Schmitter ma velünk, és hát fog is erről beszélni, örömmel fedezte fel őt, mint olyan valakit, aki talán előre látta. Oktatott haza és külföldi egyetemeken, egyébként az én munkahelyemen, az ELTE állam és jogtudományi karának politikatudományi tanszékén, neki volt egy részfoglalkozása. Ez más kérdés, hogy csak egy fél éven át gyakorolt tanári tevékenységet, mert annyira hát széles nemzetközi meg kutatói tevékenység volt, hogy mindig helyettesíteni kellett. De volt neki egy politológiai állása is ilyen értelemben, tehát lehet mondani, hogy hát politológusnak is tekinthetjük. És tanítványai, körei, hát egy csomóan került. Közben Bruce László meg, szociológusnak is nevezhetjük persze őt.
Tehát volt egy klasszikus politikai filozófia műveltsége, foglalkozott a politikatudomány sok részterületével, mind elméleti, mind alkalmazott vonatkozásban is. Tehát azt kell mondjam, hogy politológia biztos, hogy sokat köszönhet neki hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. Tehát a rendszerváltás, tulajdonképpen a rendszerváltás előtt is már a rendszerváltás volt a, hogy úgy mondjam, fő mozgató problémája, majd pedig azt követően többek közt az, hogy a rendszerváltás milyen zsákutcákhoz és dilemmákhoz vezetett. Ez se így fogalmazta meg, hanem nagyon sok módon beszélt róla, hát itt láttunk a szlájdokat, amik ugye egész kiszélesítik a civilizációs, kulturális válság problémáira ezeket a kérdéseket, de azt lehet mondani, hogy megvannak azért azok a pontok, ahol ő itt nagyon határozottan a közéleti ember, de civil típusú közéleti ember. Tehát hiába tölt be ilyen vagy olyan pozíciókat, ő mindig civilként jelenik meg, és hát ezt értékelték, hogy nagyon benne a tévéelnökként, meg egyébként is, ezért szerették, hogy úgy mondjam. Én azt gondolom, hogy politika elmélet szempontjából mindenképpen releváns a munkássága, nagyon sok munkája, ezeket sok verzióban talán. Klasszikus elmélethez kapcsolódik. Én Rousseau-t és Kantot látom fontosnak nála, egyetlen hivatkozást nem tudok találni, ami ezt elmondaná. Találtam egy interjút, ahol Aufklärungistának nevezi magát. Hát most lehet Kantnak a mi a felvilágosodás című írására gondolni, de ő nem egészen, hogy úgy mondjam, volt világosan kijelölve az ő kapcsolódása. De ezek a dihotómiák, antinómiák, dilemmák, ez Rousseau és Kant számomra, legalábbis én így látom. Egyszerre volt strukturalista és történeti megközelítés, struktúrák és folyamatok egyaránt és együtt, tehát úgy, ahogy közélet is, gyakorlat is, elméleti elemzés, ugyanúgy történelem, strukturális ellentmondások. Ez két nagy iskola, tehát ugye a szociológiában, politológiában a strukturális, rendszerszerű megközelítés, a folyamat elemzés, társadalom történet, mind tovább együtt voltak nála ezek a kérdések, ezek a dolgok. Nagyon szerintem elméletet és racionális cselekvési elméletet, hát ezek voltak azok a ezek a teoretikus újítása a 80-as évek elején a magyar társadalomtudományban, amik őt bizonyos értelemben neutrálissá és hát elfogadhatóvá tették, publikálták, hát szinte minden munkáját, nem nagyon maradt úgymond kéziratban olyan, amit ő 89 előtt írt és ne lehetett volna kiadni. Tehát egy olyan nyelvezetet használt, ami végül is a racionalitás, a meggyőző ereje és mondjuk a nem ideológia vitatkozásai következtében hát tulajdonképpen elfogadható volt a 80-as évek ugye reformálódó Magyarországában. Bár emellett ugye tudjuk jól, akik hát ismerték jobban, mint én, ő nagyon mélyen benne volt az ellenzéki mozgalmaknak a úgymond intellektuális hordudvarában. Nyilvánvaló volt a problémák, hogy úgymond kritikus felvetésen áll, sőt az alternatívák keresése is, de rendkívül ügyes módon ezt mégis úgy tudta hát az akkori Magyarországon megcsinálni, hogy ő kritikus is volt egyben, és még meg is jelenhetett. Tehát ez is egy igen szép teljesítmény. Kevesen tudják ezt megtenni az ilyen társadalmakban, kevesen tudták megtenni. Rousseau és Kant felé mutat az ő szerződéses, a kontraktuális viszonyokban való mondjuk mély elközelettséget, új társadalmi szerződés. Ugye ez többféle módon fogalmazza meg, már 89 előtt, meg 89 után is. Tehát alkossunk, konstruáljunk egy új struktúrát. Ugye ez is egy meglehetősen, van ilyen társadalomtudósok között, de nehezen egyeztethető össze mondjuk az analitikus pontossággal és a kritikai elemzésen áll, ez minden további nélkül elment. Tehát még akkor is a reformmozgalmat hozott létre, azért amögött volt egy olyan, amellett volt egy olyan elemzés, ami hát mindenképpen igen komolyá tette ezeket a megközelítéseket. Tehát egy nagyon széles társadalomtudományi eszköztárat használt föl. Hát említeném a korporatizmusnak az elméletét, Philipp Schmitter, egy klasszikusa van itt velünk, Hank is volt egyik azoknak, a korporatív alternatíváról beszélt Magyarországon, de ugyanakkor a pluralizmus igényét is föntartotta, a legitimációs problémát már a 80-as években felvetette. Nyilvánvaló, hogy ez egy teljes mértékben kritikai fogalom volt egy kommunista rendszerben, de úgy tudta felvetni, hogy mégis megemésztette a nyilvánosság, akkor modernizáció probléma, nyilván nem egyedül és nem csak ő, nagyon sokan. Az informális és formális, a kettős társadalomnak a szembeállítása, a különbségei ellentétei nagyon
központiak voltak. A közérdek, mindig közérdek és egyéni érdek viszonya volt egy visszatérő gondolata, közérdek, mítosz és valóság, mítosz vagy valóság 1997-es hát, cím. Sok idézetől lemondanék. Kereste a racionalizmus és a irracionális vagy racionálisan nem megmagyarázhatónak az egyensúlyát. Tehát ez az egyensúly megközelítése nagyon fontos nála, történelmi struktúra, gyakorlat és elmélet, ráció és történelem között. És hát érdekes kérdés az, és ezzel zárnám, hogy mit szól ahhoz, ami most van. Hogy úgy mondjam, ami ma a világban történik, a világpolitikában, a világtársadalmában, amikor tulajdonképpen minden komolyabb nagy elemző intézet óriási problémákra mutat rá ma a demokrácia stabilitása, instabilitása, tegnapi vitára utalnék itt szélesen körbe lehet járva, racionalitás csökkenés, a posztfaktualizmus a nyilvánosságban, a diskurzusban, különböző autoritár tendenciáknak az előtérbe kerülése. Kétségtelen, hogy ő korábban is már foglalkozott nem csupán Magyarország, hanem a világ és az Egyesült Államok és a nagy hatalmaknak a problémáival, egy rövid idézet. A torz és veszélyes hatások sokasága egy-egy mindennapi ember gyakorlatában is meglehetősen ijesztő. De ha ez az ember töltesen Hitler vagy Sztálin, akkor ezeknek a tényezőknek a torzító hatása társadalmi szempontból katasztrofális lehet. Vajon mit szólna Trumphoz, aki nem Hitler vagy Sztálin, hanem egy borzasztóan fontos globális játékos, akinek a, hát az irracionalitása eléggé nyilvánvaló. Tehát kíváncsi lennék én arra, hogy mi lenne a Hankis Elemér véleménye nem csak ma a magyar közélet problémáiról, hanem a világ problémáiról. Talán azt mondaná, hogy hát erről beszéltünk régóta, és hát ezek a tendenciák most kvázi, mint a jéghegy csúcsa, egyre jobban emelkednek ki. A megfelelő elitnek a keresés, ez is egy visszatérő probléma volt nála, 1989-ben írta a marxista vagy kommunista uralkodó elitről. De ha nem ők a megfelelő elit a megfelelő helyen, akkor kikből állna? Hol van az igazi elit? Melyik társadalmi réteg válhatna én elitté? Hogyan tudná a jelenlegi uralkodó elit visszanyerni a maga történeti szerepét és azonosságát? Hogyan tudná utolérni a történelmet? Tehát ez a megfelelő elit, megfelelő vezetésnek a keresése, ez azt gondolom, hogy ma egy nagyon aktuális kérdés, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hát mit mondana ő ehhez. Próbálkozott, és elmélkedett, és úgy reménykedett abban, hogy a torzulásokat meg lehet haladni, és tovább lehet lépni. Hát ezt szolgáltak ezek a kései antropológiai tanulmányok, és köszönöm szépen a figyelmet.